ikään eltávolították volna a csoportból, véleményem szerint akkor nem következik be ez a baleset. Az igazságügyi munkabiztonsági szakértő meghallgatásával kezdődött a másodfokú tárgyalás. A szakértő úgy véli, az vezetette a 3 évvel ezelőtti halálos munkahelyi balesethez, hogy a mezőgazdasági vállalkozó olyan feladattal bízta meg egyik női alkalmazottját, ami nem tartozott az alapmunkakörébe. Ennél fogva teljes körű oktatást sem kapott a munkával együtt járó veszélyekről. Továbbá a foglalkoztató nem különítette el a bikát arra az időre, amíg a tehenek szétválogatása tartott. A szakértő és az első fokon eljáró szexuális járásbíróság szerint ez vezetett ahhoz, hogy az eredetileg fejőnőként dolgozó sértetre a tehenek szétválogatása közben rátámadt a 700 kg-os bika, és úgy felöklelte, hogy a nő belehalt a sérülésekbe. A szexuális járásbíróság elfogadva a szakértő véleményét, a munkáltatót első fokon bűnösnek találta, halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetett vétségben, és 1 év 8 hónap fogházra ítélte, aminek a végrehajtását 3 év 6 hónapra felfüggesztett. A vádlott és a védő ügyvédje azonban felmentésért fellebbezett. Azzal védekeztek, hogy a balesetet maga a sértet idézte elő, méghozzá azzal, hogy korábban és a tragédia napján is bántotta a bikát, ezért támadta nőre. Ez szerintük legalább 50%-ban közrehatott, hogy a tragédia bekövetkezhetett. Úgy vélik, az első fokon eljáró bíróság indokolatlanul hagyta figyelmen kívül az állatbántalmazást. Továbbá vita alakult ki a védő ügyvéd és a szakértő között abban, hogy a fejőnőt meg lehetette bízni egy 700 kg-os állat melletti munkavégzéssel. Az ügyvéd kifejtette, a tehenek szétválogatását rendszeresen így végezték a cégnél. A sértet nem először csinálta ezt. Szerintük a női foglalkoztatási tilalom erre az esetre nem vonatkozik. Az igazságügyi szakértő azonban fenntartotta a véleményét. Továbbra is úgy véli, a munkáltatónak kellett volna biztosítania a biztonságos munkavégzés feltételeit. Továbbá a jogszabályt úgy értelmezi, hogy 300 kg-nál nehezebb állattal nőnek nem szabad foglalkoznia. November elejére várható ítélet az ügyben.